Amíg élt, áradt belőle a szeretet. Így jellemzik Szent Erzsébetet tisztelői és azok, akik közbenjárásáért fohászkodnak rendszeresen. Ő a világ legnépszerűbb, legnagyobb gyógyító szentje. Kultusza a 13. századtól kezdve szinte egész Európában elterjedt. Érthető, hogy a kolozsvári Szent Kamil otthon, amely az idős beteg emberek gondozását tűzte ki célul, és a keresztény szellemben működő leányanya otthont, valamint bölcsődét kíván működtetni, fontosnak tartja Árpádházi Szent Erzsébet tiszteletét. Ebből a célból rendezik meg évente a Szent Erzsébet napokat. Szent Erzsébet szelleme irányt mutat mindazoknak, akik a rászorulókat, betegeket, időseket gondozzák. Ilyen a kolozsvári Szent Kamil Szociális Otthon, ahol harmadjára szervezték meg november 21 és 23-a között az Árpádházi Szent Erzsébet napokat. A jelenlevő meghívottak azok voltak, akik erkölcsileg és anyagilag támogatták az intézményt, hozzájárultak a lelki élet kiteljesedéséhez, és segítették a központ megálmodóit, létrehozóit és működtetőit abban, hogy a nagy magyar szent önfeláldozó élet példáját kövessék. Megható pillanatok voltak azok, amikor az itt lakó idősek előadásai szakították meg a köszöntések sorát. Magyarország szép! Nemes csillaga, asszonyrend tiszteletes tagja, Szent Erzsébet, András király lánya, szent hitünknek gyümölcsös, szép ága. Dolgos kezét nagy munkára adja, ujjaival az orsót forgatja, szegényeknek ajtaját megnyitja, éhezőknek a kenyerét nyújtja. Néped büszkesége, Szent Erzsébet asszony, légy pártfogónk nékünk, Istennel szorszollunk. Este kell érettünk, hogy példát kövessük, s közbenjárásodra sok áldást megnyerjünk. Oktass szeretetre, Szent Erzsébet asszony, kinek szíved mindig irgalom teljes volt, habár szegény voltál a földön is, elfagyatott, mégis segítettél, beteget, nyomorgott. Mit gondol az idősek gondozásában, hogyan lehet Szent Erzsébet szellemét beépíteni? Olyan egyszerű, hiszen minden beteg, beutalt idős ember, amikor ápolják, amikor lehajolnak, hogy megsimogassák, még az is egy számokra, az egy Jézus Krisztust láthatják bennük. Nem véletlenség, semmi sem. Végig hallgatva ezeket a műsorokat, én is úgy megerősödök azban a hitben, hogy ez annyira fontos, hogy az idős ember fel erőre kapjon. Az egyház különös gondot fordít az elesettek, így az idősek szolgálatára. Kovács Sándor főesperes plébános megnyitó beszédében Szent Erzsébet illetének olyan mozzanatait emelte ki, amelyek elvezetnek a rászorulók gondozásával tett tanúságtételhez. Azt gondolom, hogy ez az épület is, amely felépült, Szent Erzsébetnek a tiszteletére épült, és Szent Erzsébet szellemében fogja majd ápolni, gondozni a betegeket is. A betegeknek a lelki élet gondozásában is segít, hát ez az intézmény. A lelki élet gondozásában nagyon fontosan és nagyon fontosan hozzájárul. Minden héten szent mise van, minden héten gyónási lehetőség van, mindig fel lehet keresni a betegeket, az egyháziak, a papok, vagy azok a lelkileg felkészültek, akik segíteni tudnak, a kevésbé felkészülteken, azok mindig irányt mutatnak. Enélkül egy otthon nem létezik, nincs meg az igazi szelleme, nincs meg az igazi hangulata, mert az akkor csak otthon, ahol jól érzik ugyan magukat az emberek, de nincs lelki gazdagodás. Az előadássorozat közben díszhelyre helyezték el a Szent Korona másolatát, mellette a Szent Korona lovagjai álltak díszőrséget. Világi és egyházi méltóságok mondottak köszöntő beszédeket, határon innen és határon túlról érkezettek.
Az elhangzott gondolatok egybecsengően Árpádházi Szent Erzsébet hősi erényeit emelték ki. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével többek között Fodor Tamás konszul, Szabó Irén, a Sárospataki Szent Erzsébet Társaság elnöke, az Emberi Erőforrások Minisztériumának részéről Tírs Tamás, a Magyarok Világszövetsége, a Szent István Lovagrend és a Vitézi Lovagrendek képviselői. Az ünnepi műsorban énekek és kórusművek, valamint szavalatok hangzottak el. De a jelenlevők megtekinthették a budakeszi Csillagszemű és Bojtár tánc együttes, a Kisbácsi kórus, a Sárospataki fiatalok, a Kolozsvári Bátori iskola együtteseinek előadásait is. A műsor kiemelkedő pillanatai voltak Jancsó Miklós és Bogdán István színművészek szavalatai. Istennek bölcs leánya voltál. Mi köztünk jártál észrevétlen, társunk a bunkban, elmúlásban, a nevetésben, a beszédben. Úgy hagytad itt ránk a világot, hogy még a hiányod se fájjon, mert mosolyogtál, hogyha bántott, s ott ragyogsz minden rózsaszálon. A harmadik Árpádházi Szent Erzsébet napok záró ünnepségén leplezték le Vetro András szobrász művész alkotását, amely Túri Szent Márton életének egyik legendás mozzanatát idézi fel, azt, amikor a mezítelen koldust saját köpenyével takarta be. Ez képletes, amivel beborítja a mesztelen felső testét ennek a szegénynek. És hogyha már erről van szó, én ezt a Csíkszentmártonba újra elővettem ezt a Szent Márton témát, és akkor egy jó pár változatot készítettem evel az adomány átadási mozzanattal, úgyhogy ezt azért elég sokrétűen és gazdagon és színesen lehet variálni ezt a mozzanatot. Hamarosan beteljesedik egy nagy álom, a leányanya otthon és a bölcsőde működtetése. Az épület elkészült, jövőre már fogadhatják a piciket, és ha szükség van rá, az anyukákat is. Mindezt azért, hogy a reménytelen helyzetben levő leányanyák is vállalják gyerekeiket. Így valósulhat meg, hogy a szociális intézményben három generáció talál majd otthonra. Én ebben az otthonban mindennek ellenére a szeretetet hoztam, azt gyakoroljuk. Hogy ki mit mond, az Úr Jézus ellen is mondtak sok mindent. Nem kell félni, hogyha tiszta lélekkel élsz, nem kell félni. A lélek az azt hiszem, hogy mindent megold. Az idős ember mindannyian, én is voltam sokkal fiatalabb kisbaba is, de eltelik az idő. Hazafele tartunk, és jó, amikor a fiatalokat látok magam mögött. Most, amikor, ha kinézel, és látod, hogy ők táncolnak. Valóban néztem a szemeket az időseimnek. Hát az öröm, az a boldogság. Hát kellett többet adni? Nem. Arról érdeklődünk a továbbiakban, hogy milyen lehetőségei vannak egy idős embernek arra, hogy önmagát értékelve aktívan éljen. Miért fontos számára a közösség? Milyen alternatívák vannak egy magát egyre kevésbé ellátni tudó idős ember számára megfelelő gondozásban részesülni? És hol van mindebben a szociális munkás szerepe? Vendégünk dr. Berszán Lidia, egyetemi docens. Jó napot kívánok! Ön a Bábes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézetének az oktatója, és szociális munkás önmaga is. Igen. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Talán abból kellene kiindulnunk, hogy napjainkban milyen a család szerkezete, és milyen szerepe van a családban az idős embereknek. A család szerkezet az már elég rég változóban van, de ezt a szerkezetváltást felgyorsította az, hogy elszakadtak a nemzedékek térben is egymástól. Románia helyzetében különösen a nagyon sok külföldi munkavállaló,
akik a középső életkorban vannak, és akiknek a szülei mostanra lettek 70-80 évesek, amikor már önmagukat nehezen tudják ellátni, vagy ha el is tudják látni magukat, sokkal inkább szükségük lenne az érzelmi támaszra, családtagok jelenlétére. És ezt nem pótolja számukra semmilyen média adta lehetőség, ha még motiválhatóak is, vagy képesek is arra, hogy megtanulják ezeknek a használatát. Tehát ilyen szempontból válságról beszélhetünk? Igen, igen. És sokszor beszélünk a diákokkal is arról, hogy úgy tűnik, hogy Romániában a 89-es fordulat óta a legdinamikusabban fejlődő szociális ágazat, az idős gondozás. Éppen emiatt, hogy elszakadtak térben a generációk egymástól, és az a felgyorsult élettempó, amiben élünk, az még azoknak a helyzetét is rendkívüli módon megnehezíti, akik itt élnek egy országban az időseikkel, a szüleikkel, a nagyszüleikkel. És nincs idő tulajdonképpen, nincs lehetőség az együtt töltött időre. Igen, vagy nagyon lerövidül ez az együtt töltött idő, nagyon nehéz a fiatalnak felvenni az idős ember ritmusát, amikor találkozik is vele, az idős ember pedig annyi mindent szeretne mondani és kérdezni, de amikor rájön arra, hogy olyan rövid ez a kis idő, akkor sokszor csak ott vannak szemben egymással, és nem is tudják, hogy honnan kezdjék. Beszéljünk akkor arról, hogy melyek a kiutak ebből a helyzetből. Vegyük azt először, hogyha közelben a család, és hogyha kevés időt is tud tölteni idősebb családtagjaival, milyen legyen ez az együtt töltött idő? Mert annyit emlegetjük a minőségi időtöltés, ezt most gyerekeinkre vonatkozóan is, de hogy ilyenkor mire kellene figyelnie a családnak? Hogy részt vegyen az idős ember életében, és hogy napi szinten tartsa a kapcsolatot vele. Akkor is, hogyha csak egy 5 perces telefonbeszélgetésre van idő, de benne legyen minden nap egy kicsit abban, ami történik az idős ember körül, illetve a saját élményeit megossza az idős emberrel. Az idős embereknél nagyon gyakori az, hogy már nem a saját életük eseményeit követik. Pontosan az mozdítja ki őket abból, hogy betegek, hogy úgy érzik, hogy sok mindenben hanyatlanak már, hogy várják azokat az élményeket, amik a fiatalok felől jönnek, hogy ti mit csináltok, hogy a ti életetek miről szól, azokat az apró örömöket megosztani, amiben élünk, ez hiányzik az idős embernek, hogy tudja, hogy az unokája ma dicséretet kapott, ma volt tornázni, ma először jelentkezett az órán, vagy az idős ember gyermekeinek ma sikerült határidőre megtenni valamit, vagy hát megosztani az életük mindennapi eseményeit, napi szinten, tudni egymásról. Ezzel elkerülhető a fölöslegessé váltam érzés kialakulása. Igen, igen, igen. És érdekes az, hogy sok olyasmit tud adni az idős ember, amit nem tud adni a szülő a gyermekének. Tehát nagyon érdekes szakmai szempontból az unoka-nagyszülő kapcsolat. Kutatások szólnak arról, hogy például sokkal békésebb az együttélés az unoka-nagyszülő között, mondjuk az unoka házasságot köt, és ő költözik a nagyszülőhöz, az sokkal békésebb, feszültségmentesebb, mint hogyha a gyermek és a szülő költöznek össze. Nagyon sok gazdagság van ebben a kapcsolatban, hogyha ezt kicsikorától ápolja az unoka a nagyszülővel, és viszont a nagyszülő az unokájával. Az élhető emberléptékű történelem, az emberléptékű hagyomány átadás csak egy ilyen kapcsolatban lehetséges. Mert a mi gyermekeink már távol vannak a valamikori kalákák, meg talán egyéb népszokások világától is, de úgy hallgatják, akkora élményt jelent nekik, amikor a nagyszülő az ő mindennapi életének a kontextusából, a gyermekkorának a kontextusából tudja ezt elmesélni, és ez semmilyen olvasmányélmény nem helyettesíti.
Tehát ez a jobbik eset, most arról beszélünk, hogyha a térben is megoldható a személyes kapcsolatfelvétel rendszeresen az idősebb családtagokkal. Hogyha erre nincs lehetőség, akkor az idősebb generáció tagjainak milyen más lehetőségeik vannak aktív életet élni, közösségbe bekapcsolódni? Mondtam, hogy egy dinamikusan fejlődő ágazat az idős gondozás. Ez nem csak azt jelenti, hogy egyre több idős otthon létesül. Létesülnek klubok, nappali foglalkoztató központok. Van néhány alternatív ellátási lehetőség. Sokszor abban látom a gondot, hogy ahol elszakadnak egymástól, mondjuk más országban él a hozzátartozó, nagyon hamar választanak radikális megoldásokat. Talán itt lenne a szociális munkás helye, hogy amikor azt gondolja egy külföldön élő gyermek, hogy már nem biztonságos az, hogy egyedül éljen a szülő, akkor forduljon egy szakemberhez, aki adhat neki arra nézve ötleteket, hogy milyen alternatívák vannak. Vagy segíthet abban, hogyha mégis az idős ember gondozásba vétele, idős otthoni elhelyezése lesz a végcél, de hogy fokozatosan járják be együtt ezt az utat, beavatva az idős embert is. Hol kerülhet kapcsolatba a család egy szociális munkással? Minden városnak, minden községnek vannak szociális munkásai, akik a polgármesteri hivatal alkalmazottjai. Ezen kívül vannak házi beteggondozó rendszerek, állami is, de alapítványi vagy egyházi. Itt Kolozs megyében is van diakónia, van Caritas. Az egyházaknál általában vannak olyan személyek, akik tovább tudják segíteni ebben a keresésben azt, aki egy szociális munkást keres. Tehát azt gondolom, hogy nem gond rátalálni egy szociális munkásra, akivel aztán föl lehet egy kicsit leltározni, hogy mi van az idős ember lakókörnyezetében, miket lehet megnézni, mikben lehet gondolkodni. És ami nagyon-nagyon fontos, ezt újból hangsúlyozom, bevonni az idős embert. Az önrendelkezés az egyik legfontosabb emberi jogunk, hogy tudjam, értsem, hogy mi történik velem, hogy beleszólhassak abba, ami rám vár, hogy ne úgy bánjanak velem, mint egy elhelyezésre váró tárgyra. Bár úgy tűnik, hogy a család minden tagja idegenkedik attól, hogy elhelyezzék a önmagát ellátni nem tudó idős családtagot erre alkalmas otthonba. Igen, nem is könnyű meghozni ezt a döntést, és sok olyan családdal találkoztam, akik nagyon megszenvedték ezt a döntést. Szakmai szempontból is van itt egy etikai dilemma, a szabadság vagy a biztonság dilemmája. Megengedni neki, hogy szabadon döntsön afelől, hogy ott maradhat, úgy maradhat abban a környezetben, ahol van, vagy lehúzza a mérleg másik serpenyőjét, az idős ember biztonsága. Dönthet-e, és ki dönthet, és hogy dönthetnek, hogy juthatnak konszenzusra ebben a tekintetben. Sok idős ember azt mondja, hogy inkább kevésbé ellátva, inkább kevésbé biztonságosan, de a saját otthonban. És én ezért óvakodom attól, hogy egy átfogó és minden helyzetre alkalmazható választ adjunk erre a kérdésre. Igen, ez a dilemma létezik, éppen ezért kell leülni és beszélni, és többször is beszélni erről, hogy ez a dilemma elbillenjen egyik vagy másik irányba. És itt már más szakembert is be kell vonni, mert számít az orvosi szakvélemény is. Ha az az idős ember valamilyen demenciában szenved, akkor nyilván ez egy progresszív folyamat. Nyilván a felelősség tudata is sérül ennek a betegségnek a mentén, a lefolyása során. És akkor itt erre is tekintettel kell lenni, de bármennyire súlyos a demenciája egy idős embernek, akkor is kell vele beszélni. Mindig többet ért az ember, mint amennyit mi feltételezünk róla. És sokkal könnyebb utána elviselni a következményeit mindkét félnek, és hogy az ő méltóságát, ha tudom, mint családtag, hogy
tiszteletben tartottam, akkor könnyebb viselni ezt a döntést később. Ezzel a gondolattal zárjuk, dr. Verszán Lidia, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt. Köszönöm, és lehetőséget.